Első áldozás, 20 gyerek járult az oltárok elé vasárnap két templomban. Majális, jelmezes, teherautós, retro felvonulással ünnepelt János Somorja. Úszoda 35 millió forintot tett félre a felújításra az önkormányzat. Ez a JTV heti híradója, köszöntöm Önöket! Jézus szentségét vették magukhoz az első áldozók János Somorján vasárnap délelőtt. Az oltári szentséget a gyermek értelméhez köti az egyház, ahhoz a korhoz, amikor már megérti Krisztust és tanításait. Ennek előfeltétele 3 évnyi hittantanulás. Elsőként a Moson-Szentpéteri templomba vonult be az 5 első áldozó. Őket Buri Károly hitoktató készítette fel. Majd Moson-Szent Jánoson 15 első áldozó kaphatta meg a szentséget Kótai László plébánostól. A szentpéteri hittanosokat László atya készítette fel. Az első áldozók versekkel köszöntötték a plébánost, szüleiket és a gyülekezetet is. Az egyház hagyományosan azoknak a szülőknek is köszönetet mondott, akik jó példát mutattak gyerekeiknek azzal, hogy segítették az első áldozásig tartó úton. A gyerekek egy emléklapot és ünnepi gyertyáikat is ajándékul kapták Kótai Lászlótól. Transzparensek, jelszavak, feldíszített teherautók május 1-én. Nem történelmi anyag következik, régi hangulatot idéző retro felvonulással ünnepelte a Majálist János Somorja. De fúvos, ébresztő, helyi és sztárfellépők is várták a városlakókat. A hagyományos városi Majálison mindenki megtalálhatta a számára leginkább kedvező szórakozást a sportpályán. Így vonultak a János Somorjaiak az 1980-as években május első napján. Az akkori rendszer egyik kiemelkedő rendezvényén, a munka ünnepén a nagyobb cégek dolgozói vonultak fel a helyi vezetők előtt, transzparensekkel, díszes járművekkel. Ez pedig nem egy dokumentumfilm, ilyen volt a múltat idéző retro felvonulás 2016-ban. A Társaskör Egyesület által szervezett menetre iskolások, munkahelyi közösségek, baráti társaságok is eljöttek. Előkerültek a már több éve a padláson porosodó tiszti egyenruhák, kitüntetések is. Hát ezek voltak a régi kitüntetések, így vonultunk fönn valamikor. És ezek milyen kitüntetés? Kiváló dolgozó. A transzparensek viszont most már nem a rendszert dicsérték, saját magukat ünnepelték a résztvevők. Mit hirdet a transzparensetek? Ugye ilyen május 1-e az Erdős Betonnak a jóvoltából vagyunk itt, baráti közösséggel, örülök, hogy itt lehetünk. Milyen a hangulata a felvonulásnak? Eddig nagyon jó, köszönjük szépen. Külön erre az alkalomra egy pódiumot is állítottak a művelődési ház elé. Itt az iskolások táncbemutatóval kedveskedtek a résztvevőknek. A felvonulók közül mindenki nagyon élvezte a múlt idézést. Ez tökéletes, a régi idők, előtti 20-30 éves felvonulást idézi. Tökéletes. Most még ez az egész feeling, ez az a retro feeling, ez nagyon jó. Visszahozza a régi idők emlékét, a gyerekkort. A sportpályán ekkor már javában készültek a finom falatok. A főzőcsapatok bográcsaiból az ételek széles skáláját kóstolhattuk végig. Hát ez egy speciális marha pörkölt, egyébként nem tudom, hogy miből van, mert én csak most érkeztem, és azt mondták, álljak ide. Paprikás lisztbe sült, keszeg, ponty és amúr készül, simán paprikás lisztbe megforgatva, és olajba kisütve, sózva. Itt rizsás, májas hurka sül, meg egy kis kolbász. De az édesebb szájúakra is gondoltak, nekik palacsintával kedveskedtek a szervezők. A csapatok pedig nem csak azzal jótékonykodhattak, hogy elkészítették az étkeket, ismét egy nemes cél mellé álltak, idén a Péteri játszótér felújításáért gyűjtöttek. Míg a felnőttek a bográcsok mellett cserénykedtek, a gyerekek több különleges játékot is kipróbálhattak, ami közül mindenki könnyen választott kedvencet. A labdára. Vizes labdára. És miért jó ez a vizes labda? Nem vicces benne lenni. Igen. Nem voltatok benne? Még nem. Tavaly. Vagy nem tavaly, tavaly előtt Turkevén. Kora délutántól aztán színes programok vonzottak mindenkit a színpad elé. Elsőként a helyi nyugdíjas kórus állt színpadra. Majd az alapfokú művészeti iskola táncos növendékei és kamarazenekara tapsoltatta meg a közönséget. Az operett világába repítette a résztvevőket Kisfaludi Zsófi és Török Tamás operett összeállításával. A latinosabb ritmusok kedvelőit a zumba bemutató vonzotta a sátorba. Dohány Bernadett és Dohány Daniella is színpadra álltak, akik hangjukkal varázsolták el a kilátogatókat. A Moson Szél Egyesület musical részletekkel érkezett.
sztárfellépők sorát Rácz Gergő nyitotta, aki saját dalaival és feldolgozásaival énekeltette meg a közönséget. Nekem a zene a legfontosabb az életemben, ami mint, nem tudom, életcél, meg önkifejezés, és az, hogyha dalt írok, akkor a lelkemben, ami éppen van, az valahogy egy olyan formába kerül, amit mások is át tudnak érezni, és szeretem azt, amikor bármilyen formában megszólal egy rádióban mondjuk a zene, amit írtam, és eljut más emberekhez az az érzés, amit éreztem. A 2013-as X-Faktor döntős csapata az MDC is színpadra állt. Nagyon örültünk neki, hogy felléphetünk, igen, a Zsanit meg a Csizit ismerjük, és valamilyen szinten azért ők is így úgymond idézőjelben intézkedtek, hogy fel tudjunk itt lépni. Már nagyon sokat meséltek a városról, és nagyon pozitív dolgokat, úgyhogy nagyon örültünk, hogy itt lehettünk, és hogy ugye a Rácz Gergő után, és hogy most a Romantik szól, úgyhogy a Romantik előtt léphettünk fel. Majd a 2015-ben ismét összeállt Romantik együttes szórakoztatta a közönséget. Jól éreztük magunkat, és a közönség pont olyan volt, mint régen, mint amikor mondjuk 10 évvel ezelőtt óriási bulikban volt részünk falunapokkor. Nagyon örültünk, hogy ilyen jól fogadott bennünket a közönség. Köszönjük szépen mindenkinek! Aki pedig még bírt a szusszal, az a Soproni Flirt együttessel zárhatta a munka ünnepét. 35 millió forintos forrást különített el az uszoda felújítására legutóbbi ülésén a képviselőtestület. A jelenleg életveszélyes és zárva tartó sportépület tetőzetének javítására már készítetett költségbecsléseket János Somorja. Ez a 35 millió a várható felújítási változatok középértéke. Most a konkrét árajánlatkérések időszaka következik. A városi uszodát február 11-én zárta be az önkormányzat, miután a vizsgálatok kimondták, hogy életveszélyes lehet. A gipszkarton táblák és a hőszigetelés további vízesedése és az ebből származó súlytöblet miatt félő, hogy a nehéz, nedves elemek leszakadhatnak. Ezek egyértelműen tervezési és kivitelezési hibákra utalhatnak, ezért az önkormányzat tárgyalt arról is, hogy jogi úton keresnek felelősöket. Alaposan megvizsgálták a lehetőségeket, de a kivitelezés óta eltelt túl sok idő miatt a testület nem látott biztosítékot a győzelemre, ezért úgy döntött, nem indít pert. A felújításhoz azonban állami támogatást kérne. Ez is egy olyan oktatási feladat, ami ugye a mindennapos testnevelés révén az oktatás részét képezi, és más településeken is az állam támogatja tanúszodák építését. Itt nem is egy új tanúszoda megépítéséről lenne szó, hanem a meglévőnek a felújításáról. Én remélem, hogy ezt is majd az illetékes minisztérium egy összeggel támogatni fogja. Újabb sarokkövéhez ért az önkormányzat temetőfejlesztési kezdeményezése, amin évek óta dolgozik a város. Mindhárom temetőben elkészültek a 32 kazettás urnafalak, 2 hete már igénybe vehető az urnás temetkezés János Somorján. Ősszel Szentpéteren és Pusztasomorján építették meg a kazettákat, most a Szent Jánosi temetőkertben fejezték be a munkát. A falhoz egy járdát is építettek, folytatva a már megkezdett utat. A Szent Jánosi építmény közel 1 millió forintba került. Az urnás temetkezéssel kapcsolatban a temetőgondnokokhoz fordulhatnak a hozzátartozók, ennek díja 10 évre nettó 10.500 forint. Régi lakossági kérésnek is eleget tett az önkormányzat, mindhárom temetőbe táblákkal jelölt mobil WC-ket helyeztettek a ravatalozók környékére. 13 alkotó 60 képéből nyílt kiállítás a központi felső tagozat aulájában szerdán. Kóbor Attila rajzszakkörösei idén erdélyi tájakat mutattak be, ezt a hangulatot idézték a megnyitón felcsendülő dalok és versek is. Az ünnepélyes megnyitón az iskola tanárai és kórusa is énekelt. Erdélyi dalcsokrot adott elő a kórus tagja, Molnár Csenge, aki ezzel nemrég a megyei Barsi Ernő népdaléneklési versenyen aranyfokozatot kapott. A közönség részt vehetett egy filmvetítésen is, amely a területen élők mindennapjaiba, kultúrájába engedett betekintést. A felsős alkotók évente átlagosan 6-8 képet készítenek, ezek legjobbjaiból állt össze az idei tárlat. A munkák többsége vízfestékkel és temperával készült.
Nem mindegyiküknek van személyes tapasztalata Erdélyről, legtöbbjüknek a nemrég nálunk is vendégeskedő Hazajáró című televíziós műsor segített ihletet meríteni. Kóbor Attila kiemelte, hogy a művészi tevékenységen túl fontos a hazaszeretet és a honismeret fejlesztése is, melyre a szakkör kiváló lehetőséget biztosít. A szép tájak szinte kimeríthetetlen forrás nyújtanak a következő évre is. Ez a szakkör egy komplett programra épül. A szűkebb haza, ugye, amit említettél, az részben csak a Hanság, Rábaköz és a többi. Ha emlékszel, akkor Felvidék is volt tavaly, tehát körbe megyünk a Kárpátokon, idén ugye Erdély, jövőre tervezem Kárpátalja, ugye Ukrajna területét, és tervezem a Délvidéket, hát meglátjuk, hogy mellette szeretném. Erdély olyan gazdag, hogy nem tudtunk magyar tájat ábrázolni mellette, de a másik kettő táj, amit jövőre tervezek, azok mellett talán tudunk még szép magyar tájakat is bemutatni. Utolsó előtti állomásához érkezett a Duma Színház János Somorján. Szombaton Belicai Balázs nevettette meg a közönséget, amiben Szobácsi Gergő is segítségére volt. A két humorista Best of Belicai című előadásában felidézték az elmúlt évek legnagyobb poénjait, de legújabb történeteiket és vicceiket is megosztották a közönséggel. A városunkban 2015 tavaszán indult stand-up comedy azóta is töretlen sikernek örvend. Dombóvári István, Aranyosi Péter és a Szomszédnéni produkciós iroda is megtöltötte már a művelődési házat. Az előre beígért 6 előadásból még egy hátra van, de arra októberig még várni kell a közönségnek. Jó érzés, meg ahol olyan szeretettel fogadnak, mint például itt is, ott az ember tényleg azt érzi, hogy igen, van igény a műfajra, van kereslet erre a fajta szórakozási típusra, és ez megerősít minket abban, hogy igen, ezt érdemes csinálni. Hétfő este 6-tól a Társaskör kézműves kiállítása nyílik meg a művelődési házban. Fülemüléket is figyelhetünk a Lókertben hétfőtől szerdáig minden este 6-tól. Május 14-én szombaton 2-től a Polgárőr Egyesület kerékpár regisztrációt tart a művelődési ház udvarán. Ugyanezen a napon mozi is várja a filmszeretőket a nagy teremben. A programokról részletesebben képújságunkban olvashatnak. Ezek voltak a hét legfontosabb hírei. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!